Folyamatosan munkában a vízágyú a kukorica föld fölött. Nagy szükség van az utánpótlásra, mert ez is például egy olyan terület, amely hetek óta nem kapott természetes csapadékot. Rengeteg gazdálkodó küzd ezzel a problémával, sokan pedig attól tartanak, hogy a szárasság két évvel ezelőtti méreteket ölt, amikor az elmúlt száz év legnagyobb a szája volt Magyarországon. Lefeküdve a krumpli nagy része, itt is naponta többször áztatják el a földfelszínt, de a hatalmas melegben egyszerűen csak túlél a gumó, de igazán nem fejlődik. Ez a másik probléma. A vízhiányt ugyanis ezekben a napokban forróság tetézi, amely még akár négy-öt napig is eltarthat. Most hétvégén három hete úgy volt egy 40 mm csapadékunk, és sajnos azóta nem volt. Ez a kukoricánál ez most nagyon-nagyon <kül> fontos tényező, hogy kapjon csapadékot. Tudni, hogyha a kukorica nővirágzáskor nem kap csapadékot, akkor sajnos nem sok termése, nem sok jóra számíthatunk. És sajnos az időjárás, a meteorológia azt mondja, hogy hétvégére még melegebb időjárást, és sajnos nem mond esőt, úgyhogy így muszáj öntözni, de nyilván ugye ez az öntözés ez nem pótolja az esőt, a természetes csapadékot. Ezen a ponton stábunk járta előtt 3-4 órával locsoltak, aztán viszont, ahogy az látható, rendkívül gyorsan el is a víz. A kellő utánpótlást Augustini András szerint lehetetlen öntözéssel biztosítani. Az igazság, hogy ilyen, ilyen közel 40 fok, ugye hétvégére már 40 fokot mond, nagyon nagy a párolgási felület, tehát elvileg csak este volna szabad locsolni, de, de nem tudjuk, tehát csak este az képtelenség végig ezt a, az egész területet, úgyhogy így muszáj vagyunk este, illetve nappal is locsolni. Hát a burgonyára, ami, ami egy szívem csőcske, ugye már évtizedek óta most sajnos azban, hogy 30 fokon felül a burgonya már a, az életét küzd, tehát a gumó nem növekszik, csak romra dolgozik, úgyhogy nagyon érdekes évelén most pedig még egy hónap ezelőtt minden happy volt, nagyon jó indult, mindenki örült a sok csapadéknak, most sajnos egy, egy kicsit megváltozik ez a világ. A gazdálkodókban pedig az időjárási viszonyok mellett más miatt is nagy az izgalom. Az utóbbi hetekben ugyanis a termény is elkezdtek jelentősen visszaesni. Ezzel szemben pedig az önköltség nem csökken. Ugyan segítség a gazdáknak az, hogy május 1-től a felhasznált gázolaj után visszaigényelhető adó mértéke 90%-ra emelkedett. Az utóbbi hetek drasztikus üzemanyag áremelései azonban jelentős többletkiadást okoztak az agráriumban.